törvények módosításáról szóló 14 oldalas törvény javaslatban van egy gyalázatos részlet. Elsőként erre szeretném fölhívni a figyelmet, hiszen már első olvasásra is kiszúrtam, hogy lazítanának a feltételeken a konzul számára, a leendő konzulok számára. A legfontosabb, hogy az újaknak már nem kellene 2 év közigazgatási gyakorlat. Az óriási túljelentkezés közben ezt a visszalépést nyilvánvalóan személyre szabták valaki miatt, akinek nincs meg ez irányú gyakorlata. És akkor eszünkbe juthat a közfelháborodást, illetve hát talán már derültséget is kiváltó hír, hogy a volt jobbikos országgyűlési képviselő Bencsik János diplomáciai megbízást kap az Orbán kormánytól, mások mellett, de hát most a konzuli szabályozásnál maradva ő konkrétan torontói főkonzul lesz. A nemzeti együttműködés rendszere tehát úgy tűnik, hogy van, akire gondol, az árulókra és azokra, akikre szükség van a politikában számára. Az ATV-ben ugye 2021-ben emlékezetes stúdió átrendező ripacskodást folytató Fidesz közeli politikusnak titulált személy mellé ülni sem hajlandó Bencsik János most el is ismerte, hogy az Orbán kormány diplomatája lesz. Ezt nevezhetnénk a Jobbik tetemén való hullarablásnak is, de mivel diplomáciai szolgálatra alkalmatlan, ilyen szempontból értéktelen személyről beszélünk, és ez nem a szubjektív véleményem, hanem a hatályos szabályozás szerint alkalmatlan konzulnak, pláne főkonzulnak Bencsik János. Ilyen értelemben tehát ne nevezzük ezt hullarablásnak, inkább egy elvtelen politikai alkunak, aminek ki tudja, hogy mi volt a színfalak mögött a háttérben az egyezménynek még a része. Az viszont biztos, hogy egy álomállás a diplomáciában a főkonzuli poszt, pláne a főkonzuli poszt, de a konzuli is, és általában diplomáciai testületekbe bekerülni szinte lehetetlen számos diplomával, 5 nyelvvizsgával, és sorolhatnánk azokat a történeteket, amivel traktáltak minket ezek után a botrányos kinevezési szándékok napvilágra kerülése után is. És így most az egyes külügyi tárgyú törvények módosításának napirendre vétele után engedjék meg, hogy egy kis nemzetközi kitekintést is nyújtsak a Mi Hazánk Mozgalom víradat programja alapján, elsőként kezdve az Európai Unióval, hiszen éppen a tegnapi nap volt 20 éve, hogy megtartották Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos népszavazást. Az EU jelenleg egy gyarmati sorba taszított globalista birodalomként működik. Már nem is titkolt ideológiája az Európai Egyesült Államok megteremtése az úgynevezett Kalergi tervben megálmodott kevert népesség létrehozásával. A cél az európai nemzetállamok és ezzel az ellenállás teljes felszámolása. A globalista erők a világ legnagyobb multinacionális vállalatainak és bankár dinasztiáinak vezetőiből állnak. Hozzájuk tartoznak a kiválasztott politikusok, a médiavezetők, akik mindig alárendelt szerepet játszanak, hiszen a politikához és a médiához is pénz kell, az pedig a pénzembereknél van. A globalista erők 2 legfontosabb, a nyilvánosság számára is látható szervezete a Bilderberg csoport és a Világgazdasági Fórum. A 2 zárt szerveződés tagjai között nagyrészt átfedések vannak, a Világgazdasági Fórum elnöke Klaus Schwab egyúttal a Bilderberg csoport irányító bizottságának is tagja volt. A Bilderberg csoport a világ legbefolyásosabb személyeiből, üzletemberekből, tudósokból, médiaszemélyiségekből, pénzemberekből, politikusokból álló zárt körű társaság. A Világgazdasági Fórum pedig tulajdonképpen egy alapítvány, amelyet a világ 1000 legnagyobb globális óriás vállalata hozott létre, és a mai napig ezek a gigantikus multicégek irányítják. Bár ezek az erők természetüknél fogva nemzetköziek, és minden kontinensen jelen vannak, székhelyüket tekintve jelentős részben New Yorkban, Párizsban és Londonban találjuk őket. És mivel történelmi ideológiai elődjüknek a szabadkőművesek számítanak, érthető, hogy az első számú központ a globalisták anyaországa nem más, mint az USA, amelyet gyakorlatilag a szabadkőművesek alapítottak. Ez a globalista kör az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió mély államát is alkotja, amely mindig
könnyebben kontroll alatt tartható kétpólusú politikai rendszer a politikai váltó gazdaság kialakítását ösztönzi. Gyakorlatilag mindegy, hogy republikánus vagy demokratikus elnök van az USA élén, néppárti vagy szociáldemokrata liberális van az Európai Bizottság csúcsán, a tényleges vezetés mindig a mély állam kezében van. A pénzügyi, gazdasági és politikai folyamatokat is ez a globalista erő a mély állam irányítja saját érdekei szerint, és a fideszes kormányzat asszisztálásával, nemzetközi asszisztálásával. Így nem csoda, hogy az Európai Unió valójában amerikai befolyási övezetnek számít. A NATO köteléken vagy anélkül, azon kívül olykor, de az európai országok évtizedek óta küldik a katonáikat harcolni és meghalni Amerika és az USA-val szimbiózisban lévő Izrael érdekében. Rengeteg európai és amerikai katona élete árán sikerült szétbombázni és folyamatosan destabilizálni a közel-keletet, Észak-Afrikát és Afganisztánt, ami biztonságot hozott Izraelnek, rengeteg pénzt a globalista erőknek, és egyúttal a Kalergi terv érdekében migránsok millióit Európának. A Mi Hazánk mozgalom viszont új fogalmat vezetett be, hiszen a pártunk megfogalmazása szerint mi magyarok a kelta kultúrkörtől, tehát az Ír-szigettől Kamcsatkáig és Japánig terjedő északi civilizációhoz tartozunk, magunkban hordozzuk annak keleti és nyugati örökségét is. Szükségesnek tartjuk a nyugati kapcsolataink megtartása mellett, hogy elősegítsük és szorgalmazzuk a keleti nyitás további folytatását, kapcsolatok építését bármely baráti országgal. Kétoldalú kapcsolatainkban a partneri viszony kialakítását tartjuk kívánatosnak, ahol a felek a kölcsönös előnyök alapján a korrekt együttműködésben érdekeltek. Magyarország szuverenitása érdekében meg kell szüntetnünk azt az alárendeltségi szerepet, amelyet az Európai Unióhoz való csatlakozásunk hozott. A szomszédos Ukrajnában évek óta zajló események jól szemléltetik, hogy Magyarország jelenleg mennyire nem független ország. Nyilvánvaló, hogy Ukrajnában két nagyhatalom, az USA és az Oroszország érdekei ütköznek. Beszédes szám az, hogy az USA több pénzt költött Ukrajna felfegyverzésére csak az elmúlt egy évben, mint a 9 éves afganisztáni háborúra, amelyben egyébként az Egyesült Államok nyíltan is részt vett. Nem csak olyan sunyi módon, ahogy azt teszi most Ukrajnában. Az amerikai és brüsszeli, pontosabban a globalista érdekeket szolgáljan kritikátlanul kiszolgálva Magyarország is csatlakozott azokhoz az Oroszország elleni gazdasági szankciókhoz, majd a háborúhoz is, amelyek rengeteget ártanak hazánknak. Eközben Ukrajna a köszönet helyett korábban nem látott mértékű magyar ellenes tevékenységbe kezdett. Kárpátalján korlátozták a magyarok anyanyelv használatát, terrortámadások történtek a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári székháza ellen. Magyarországi és felvidéki magyar politikusokat tiltottak ki Ukrajnából mindenféle indokolás nélkül. Amennyiben Magyarország valóban független ország lenne, akkor az Oroszország elleni számunkra is káros gazdasági szankciók helyett az 1991-es kárpátaljai népszavazás eredményeinek törvénybe iktatását kellene követelni. Ez a népszavazás pedig Kárpátalja önrendelkezéséről döntött. Ugye 2003. április 12-én, tehát tegnap volt 20 éve, hogy megtartották Magyarországon az Unióhoz való csatlakoztatásunkról szóló népszavazást. Tagok legyünk, vagy szabadok? Lehetett volna ez is a kérdés persze, de hát egyoldalú propaganda folyt, és másról szólt a kérdés, másról szólt a kampány, a közbeszéd, az úgynevezett tájékoztatás, amit az Európai Uniós Kommunikációs Közalapítvány nevében közpénzek milliárdjaiból egyoldalú propagandát folytatva végeztek Magyarországon. Én viszont ezzel a tagok legyünk, vagy szabadok jelszóval kampányoltam civil szervezetek keretein belül az Európai Egyesült Államok felé haladó unióhoz való csatlakoztatásunk ellen. És hát azóta csak romlott a helyzet, egyre inkább a belügyeinkbe való beavatkozásról szól az Európai Unió. Most már a gyermekvédelmi törvényt is támadják, míg a gazdasági prioritás háttérbe szorult, sőt Amerika érdekében elképesztő károkat szenvedünk el az úgynevezett Oroszország elleni szankciók miatt, amelyhez sajnos Magyarország is asszisztált és támogatta azt a vétóhelyet. A nemzetgazdaság és a nemzeti szuverenitás megerősítésére alapozott koncepció, amely a Mi Hazánk Viradat programját jelenti,
A jelenlegi nyugat-európai globalista, azaz az uniós brüsszeli törekvésekkel ellentétben áll. Magyarul a mi hazánk mozgalom által kitűzött célokat a jelenlegi EU-ban nem lehetne megvalósítani. Az elmúlt évek európai szintű nemzeterősítő törekvéseinek folyamatos támadása és az az erőszakos folyamat, amely szerint az EU globalista vezetése Európát nemzetek helyett globalista birodalommá kívánja olvasztani, jelenleg azt mutatja, hogy a 21. század 20-as éveiben el kell kezdenünk felkészülni egy EU-n kívüli életre. Nettó ráfizetők vagyunk, ezt ki kell mondjuk, hiszen az EU-hoz tartozás elsősorban a korábbi úgynevezett magországok érdekeit szolgálják. A szövetségtől kapott pénzhez képest jelentősen nagyobb összegek áramlanak ki hazánkból, és gazdagítják a minket piacnak tekintő, és itt az olcsó munkaerőt, nyersanyagot, alacsonyabb bérszínvonalat kihasználó országokat. A nyugat-európai multinacionális vállalatok ugyanis több profitot visznek ki hazánkból évente, mint amennyi pénz az EU-ból érkezik hozzánk. Ezért egyenrangú partnerséget követel a mi hazánk mozgalom. Nem vagyunk ellene az észszerű Európán belüli együttműködéseknek, de nem vagyunk hajlandóak olyan szövetséghez tartozni, ahol a privilégiumokat élvező magországok és hátrányos helyzetű, lekezelt, perifériára szorított nemzetek is vannak. Egyenlő, egyenrangú országok szövetségében a nemzetek Európájában szívesen dolgozzunk, vagy dolgoznánk, teszünk erőfeszítéseket, hozunk áldozatokat a saját és környező világunk jobbításáért. Jelenleg viszont sajnos a mi hazánk az egyetlen párt Magyarországon, amely népszavazást tartana az EU tagságunkról. Amennyiben azonban az EU szellemi, gazdasági és erkölcsi pusztulása véglegesen is visszafordíthatatlannak bizonyul, a mi hazánk mozgalom tehát 2029-ben mondjuk népszavazást tartana a Brexithez hasonlóan arról, hogy továbbra is maradjunk-e az unió tagja. Egy nemleges többségi válasz esetén ez esetben 2030 körül el kell kezdeni a kilépési folyamat elindítását. De addig is el tudjuk kezdeni ennek a programnak a megvalósítását, legfeljebb évekig húzódó, egyébként értelmetlen kötelezettség szegési eljárások indulnak. Thomas Piketty, a híres francia sztár közgazdász kiszámolta azt is, hogy több profit megy ki Magyarországról nyugatra, mint amennyi uniós támogatás visszajön. Bár a mi hazánk mozgalom szerint nem lehet egyik napról, sőt évről a másikra kilépni, de el kell készíteni az EU csatlakozásunk mérlegét, számba kell venni az egyéb lehetőségeket, kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodások kötésével más országokkal, illetve a V4-ek megerősítésével, kibővítésével, például Horvátországgal. Minden esetre az unión kívül is van élet, és az unió megszűnése után is, ezért fel kell készülni rá. Gazdasági szempontból tehát magától a kilépéstől sem kell félni. Jelenleg az EU-s támogatások a GDP 4%-át adják, míg a nyugati cégek a GDP 7%-át viszik ki. És ez az arány még ennél is rosszabb lesz 2021 után, mert csökkennek a kohéziós források, és várhatóan 2028-ban nettó befizetők is leszünk. Ha nem lennénk EU tagok, számunkra nem lenne embargó Oroszországgal, ezzel párhuzamosan államközi megállapodásokkal a legtöbb EU-s tagállammal fenntarthatnánk a jelenlegi gazdasági kapcsolatokat. És hát végül hadd beszéljek arról is, hogy sajnos a mi hazánk az egyetlen párt, amely kivonná Magyarországot a Strasbourgi Bíróság joghatósága alól is, hiszen a magyar börtönviszonyok valóban méltatlanok, méltatlanul jók ahhoz képest, amit például a politikus bűnözők érdemelnének. A Strasbourgi Bíróság joghatósága alóli kivonása szükség van, máshogy nem lehet például megfékezni a szinte iparággá váló börtönkártérítési bizniszt, ami még mindig folyik, ha nem is a korábbi méretekben, de folyik Magyarországon. Hazudik, aki mást mond, vagy aki önfenntartó börtönöket ígér, miközben milliárdokból építünk most épp Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy új börtönt, és aki a Strasbourgi Bíróság joghatóságát fenntartaná, az nem biztosítja például az önfenntartó börtönöket sem, hiszen a strasbourgi EJEB az nem csak az önrendelkezésünket csorbítja, hanem az elítélt bűnözőket védi is. Tisztelt országgyűlés, az egyes külügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat sem hoz tehát paradigmaváltást Magyarország külpolitikájában, nemzetközi kapcsolataiban, ezért a mi hazánk mozgalom bármennyire is konstruktív,
ellenzéki párt, de éppen ezért nem tudja azt támogatni. Köszönöm figyelmüket! Miénk a jövő! Rád is számítunk! A fiatalok körében már a legnépszerűbb.